Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Hét Emberek című magazin műsorunkat látják. Vendégem a stúdióban, dr. Turi Kovács Áron Péter, rendőr a lezredes, aki szeptember 1-én a Szentendrei rendőrkapitányság kapitányság vezetői feladatát végzi el. Azóta április 1-én ki is nevezték erre a pozícióra. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtam meghívást. Jó napot kívánok, üdvözlök. Gratulálok a kinevezéshez mindenféleképpen. Köszönöm szépen, a kollégáim nevében is bemutatkozna -e itt a térségnek? Hát, mint ahogy elhangzott, igen, dr. Túli Áron, én Péter Rendőr vagyok. Én itt is születtem Szentendre város településén, tehát egy tőzsgyökeres lakosnak tekintem magam és vallom magam. Itt is nőttem föl, itt is kezdtem meg rendőri pályafutásomat. Húsz évig szolgáltam Szentendrei rendőrkapitálságon, rendészeti szakterületen, úgy gondolom, hogy azért rendészeti szakembernek is valhatom magam, ahonnan Két és fél évvel ezelőtt a ráskövői rendőrkapitányság vezetésével bíztak meg, és onnan, igen, a tavalyi év szeptember 1-ével érkeztem vissza a kapitányságra, hogy elvégezzem a kapitányság vezetői feladatokat. Mivel itt nőttem fel a térséget, igen, jól ismerem, a, a helyi problémákkal tisztában vagyok, illetve a megfelelő kapcsolati tőkével is úgy gondolom rendelkezem ahhoz, hogy a feladataimat elvégezni tudjam. Úgy vélem, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel rendelkezünk ahhoz, hogy, hogy a, felmerülő feladatokat megoldjuk és elvégezzük. És hát vélem azt, hogy a kapitányságon tekintettel arra, hogy hosszú időre visszamenő ismerettséggel rendelkezem a kollégák tekintetében, ezt megfelelően hasznosítani tudjuk ahhoz, hogy, hogy még hatékonyabbá tudjuk a munkát végezni és hát ami a legfontosabb elsősorban a lakosságot tudjuk szolgálni, és ne a különböző mutatóknak próbáljunk megfelelni elsődlegesen. Bár említette, hogy törzsgyökeres Szentendrei, akkor, és hogy a Szentendrei rendőrkapitányságon sokáig dolgozott, és hát ugye szeptember 1 ismét bőven oszlopos tagja, sőt, mégis hogyan fogadták amikor kinevezték önt, tehát hogy, hogy azért ezt a pozíciót betölti. Én úgy gondolom, hogy, hogy pozitívan és, és, és jól álltak ehhez a helyzethez. A kollégák nyilván mindig egy ilyen visszatérés az, az kettős mércével tud folyni. Én úgy gondolom azonban, hogy itt elsődlegesen egy pozitív visszajelzés az volt, a, amit, amit én kaphattam. De hát ez nem szimpátián alapszik, hanem feladatkörön. Úgyhogy én úgy érzem, hogy, hogy egy nagyon jó légkör tudtunk kialakítani már most a kapitányságon, és ez, ez egy nagyon hatékony együttműködéshez fogja tudni sarkalni a kollégákat. Úgyhogy én véleményem és álláspontom szerint a visszaérkezésemet kizárólag, ha így nézzük, egy pozitív folyamatként tudom megélni. Én mindenképpen, én, én amikor a döntésemet meg kellett hoznom, hogy a feladatot vállalom vagy nem, akkor mindenek előtt volt, hogy ez a szülővárosom. Tehát én én nagyon szerettem volna e, itt ezt a feladatkört ebben a beosztásban is elvégezni, tudni azt, hogy a kapitányságot építeni tudom, tudni azt, hogy a közbiztonságot és a, a bűnmegelőzést és a, a, a bűnüldözést azt olyan sinekre tudjuk helyezni, ami a megfelelő irányba fogja vinni itt a folyamatokat én úgy gondolom, hogy mindenkinek szívügy az, hogy a szülővárosában milyen állapotok uralkodnak, és ennek próbálunk megfelelni a jelen pillanatban is. Ö, majd ö, szeretném, hogyha ezt egy részletesebben is kifejtenénk egy később. Ö, először, vagy mindezek előtt viszont, hogy volt-e valamilyen, vagy van-e valamilyen változás mióta ö, ön ö, szeptember 1-e óta ugye, amióta vezeti? Hát igyekszünk a megfelelő feladatokra fókuszálva úgy strukturálni a meglévő erőeszközt és technikai felszereltségtől a személyi állományig mindent, hogy az a lehető leghatékonyabb működést tudja biztosítani. Itt lényegében ezek a finom hangulások mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy úgy tudjon működni a rendszerünk, ahogy az a lakosság számára is észrevető változást tudjon eredményezni hiszem és vallom, hogy az mindenképpen egy pozitív visszacsatolásnak kell lennie, hogyha valakinek már bekövetkezik mégis valami baleset, vagy valamilyen bűncselekmény áldozatává válik, akkor legalább azt tudhatja magának, hogy a rendőrség hatékonyan és gyorsan lép fel az adott kérdéskörben. Nyilván mindig van mit újítani, és nyilván van mint mindig javítani, de, de úgy gondolom, hogy a cél az egyértelmű, és ebben az irányban kívánunk előrelépni folyamatosan és haladni. Úgyhogy ennek a, a, az eredménynek az elérése érdekében alakítjuk át a rendszert és hangoljuk finomra folyamatosan. Én e, e, igyekszem minél nagyobb hangsúlyt fektetni emellett az elektronikus ügyiratkezelésnek a, a bevezetésé melletti e, e, támogatásnak. Ezt a folyamatot, ezt a kapitányság nem csak megkezdte, hanem gyakorlatilag e, nagyon jó pozícióba került. Ez nagyon fontos, mert ez a gyorsaságát segíti elő az iratoknak a mozgásának, Praktikusan ez pedig azt jelenti, hogy nem feltétlen megy el rengeteg idő arra, hogy a különböző papír gyártjuk, hanem, hanem hatékony munkára tudunk koncentrálni. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló átstruktúrálásokra szükség volt, illetve a meglévő erőeszközöknek az átgondolása az, ami a legelső körben lezajlott. Úgy gondolom az elsődleges reformokon már túlestünk, most már a finom hangolási fázisba léptünk át, és ez szerint próbálunk valamilyen szinten még tovább működni és tovább mozdulni. A lezredes úr, alezredes úr elnöke, Szentendre város baleset megelőzési bizottságának is múlt héten volt ülés. Milyen égető kérdések merültek fel? A baleset megelőzési bizottság itt a térségben úgy gondolom, hogy talán az egyik legaktívabb Pest megyébe. Ennek már nagyon komoly múltja van. A kollégáim nagyon-nagyon mély és komoly munkát fektetnek bele abba, amit csinálnak és ennek időről időre látszódik is azért az aktív eredménye. A Baleset Megőrzési Bizottságnak a fő tevékenységi körét azt teszi ki, nyilván, mint ahogy a nevében is van, hogy minél jobban próbáljunk olyan körülményeket teremteni magunk körül, amik, amik lecsökkentik annak az esetőleges lehetőséget is, hogy balesetek következzenek be. Ez egy aktív együttműködés, ebben az együttműködésben több társzerv is részt vesz. Így a szentendrei Rendészeti Igazgatósággal is napi szintű kapcsolatban vagyunk, kommunikációban vagyunk, folyamatosan egyeztetünk. Ezen a, a, a ülésen is e, részt vett a, a, a parancsnok úr a Rendészeti Igazgatóságtól, és, és úgy gondolom, hogy ezeken az egyeztetéseken mindig tudunk úgy fókuszpontot állítani, hogy a jövőben mire próbáljunk meg oda koncentrálni annak érdekében, hogy valamilyen módon megpróbáljunk hatékonyabbá, még hatékonyabbá válni. Ezen az egyeztetésen elhangzott többek között az, hogy nagyon fontos pontok vannak a városban, amiket pillanatnyilag veszélyforrásként érszelünk. Ezek a legkülönbözőbb területeket érinti a városban, tehát mindig óvatosan nyilatkozom arról, hogy kizárólag a belvárosra koncentráljunk, mert ez nyilván nem lehet, mert a város nem egy belvárosból áll. Nagyon komoly közlekedési anomáliákat tapasztalunk a Pismökmajor lakótelep térségében is, úgy, mint ahogy egyébként a Pismányi térségben is. Ezeket próbáljuk úgy hangolni, úgy egyeztetni, hogy mik azok a módszerek, mik azok a lehetőségek amivel akár egy célirányzott ellenőrzése, akár e, e, egyeztetések keretében, hogy hova milyen útburkolati jeleket célszerű lenne felfesteni, avagy hol célszerűtlen, ami e, esetleg ki van helyezve. Tehát ezeknek a finom hangolásáról van szó elsődlegesen, az elsődleges pontok azok ezek e, teszik ki. Én úgy gondolom, hogy minden alkalommal meggyőződünk arról, hogy a részvevők a bizottságon egy dolgot akarnak, a cél az mindig közös, és mindig egy irányba haladunk, tehát én úgy gondolom, hogy itt igazából egy zöggenőmentes munkáról beszélgetünk. És azon túl, hogy egy ilyen típusú egyeztetés folytatunk le, ilyenkor mindig egy ilyen ötletelésnek is egy tere és helyt ad, hogy milyen típusú megelőző prevenciós jellegű tevékenységet tudunk folytatni aznak célja a érdekében, hogy, hogy a lakosságnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy mire figyeljen oda. A legutóbb most például a legutolsó egyeztetésen a követési távolság betartására való ötletelések voltak, hogy hova milyen típusú jelzéseket próbáljunk meg egy, egy rapid ö, akció keretében ö, gépjárművekre adott esetben kihelyeztetni, hogy a mögötte közlekedő gépjárművezetőnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy tartsa be a megfelelő követési távolságot azt én úgy gondolom a térségben minden lakó ismeri, hogy a megnövekedett forgalom miatt a ráfutásos, ilyen koccanásos balesetek száma az, az, eléggé sűrű, és minden ilyen baleset az sajnos további torlódást okoz, és ennek a megoldási kulcsa az kétségtelenül a követési távolság betartása. És hát erre próbálunk most egy következő ilyen akciót szervezni, ami, ami erre fókuszál, mint, mint fő problémaok. És akkor ezzel bízunk benne, hogy hát, kicsit tudjuk racionalizálni, csökkenteni a, a balesetek számát. És a követési távolság nem betartásán kívül vannak-e még jellemzően elkövetett e, hibák? Komoly statisztikai háttérre rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy mik a fő baleseti okok. A 2023-as évnek a fő célkitűzése az országos főkapitányság oldaláról az a fő baleseti okokra való koncentrálás. Így hát a szentendrei rendőrkapitányságnak is ez a fő fókuszpontja ebben az évben. Ezek a fő baleseti okok egyébként gyakorlatilag évek óta azonosak. Itt a sebesség helytelen megválasztásától, a, a már említett követési távolságig, a kanyarodási elsőségi nem benemtartásáig terjednek ezek a hibák, amik okozzák a balesetet. Illetve ha már bekövetkezik egy baleset, akkor a célunk az, hogy mindenképpen csökkentsük a sérüléses balesetek számát, Ebben pedig álláspontunk szerint a leghatékonyabb módszer a passzív biztonsági eszközök alkalmazása, amelyek hát ugye a biztonsági elsődlegesen vagy a gyermekvédelmi rendszerek a gépjárművekben. Ezeknek a használata azon túlmenően, hogy kötelező a magyar jogrend szerint, ezen túlmenően nagyon hatékonyan tudja megerőzni azt, hogy könnyű vagy súlyos sérülése, vagy, vagy halálos balesettel végződjön egy baleset. És én ilyen tekintetben úgy gondolom, hogy a zero az elvárt, tehát a cél az az lenne, hogy ne következzen be ilyen baleset. Tehát pont ezért próbálunk szintén csoportosan, egy időben, egy térségben, nagyobb mennyiségű rendőrt vezényelve látványos és kiszámíthatatlan helyen és időben végrehajtott ellenőrzéseket végrehajtani, annak érdekében, hogy ezeket a tevékenységeket megelőzzük, vagy megakadályozzuk, ha megbekövetkezik, szankcionáljuk, ezzel megpróbálva elejét venni ennek a folyamatnak. És egy még megemlíteném itt az ittas járművezetés problématikáját amiben sajnos a térségben egy erős átalakulás zajlott le. Egy körülbelül 10, 10, 15 évvel ezelőtt fókuszálni tudtunk egy, egy péntek szombat estére, ahol nagy eséllyel lehetett ilyen elkövetőket találni. Hát ennek most már nincsen így lokalizálható ideje. Reggel, délben, este, bármikor megyünk, bárhova a felállítási helyen, gyakorlatilag itt a tudunk találkozni. Tehát ez egy olyan tendencia, amit meg kell próbálnunk megállítani, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezt megállítsuk mindenképpen súlyos problémát jelent a közúton forgalomban lévő ittes vezetők száma. Tehát ennek a visszaszorítása is úgy gondolom központi érdek. Van-e valamilyen változás a bűncselekmények elkövetésének módjában, módszerében? Én úgy gondolom, hogy egy jelentős átalakulás zajlik most. Ezt sok minden elősegítette. Talán a Covid bezárásos időszak volt, ami a legnagyobb hatással lendítette ezen a tendencián. Mivel az emberek otthon maradtak, az ingatlanaik emiatt védettek voltak, átalakulóban van a bűnözési elkövetési módszer, és emiatt mi is lépéshez kényszerülünk, mind a, a bűnfelderítési, mind a, a bűnmegelőzési tevékenységünk terén. Itt nagyon fontos azt látni, hogy a tendencia a valós személyes vagyon elleni elkövetésről az úgynevezett online térbe való átmozdulás irányába mozdult el én úgy gondolom mindannyian e, e, kaptunk már olyan üzeneteket, SMS-eket, akár e, telefonunkra, akár e-mailen keresztül, akár bárhol máshol, ami egyértelműen célzott e, szándéka volt az, hogy minket megtévesztésbe ejtsen. Ebbe az irányba mozdult ki leginkább. Itt e, e, álláspontom szerint az egyetlen módszer, hatékonyan tudunk fellépni, az az állampolgároknak a megfelelő képzése, az az edukáció, aminél gyakorlatilag a végeredményként felkészült lehet arra, hogy milyen módon próbálják őt elteljteni, mert csak így kerülheti el, hogy áldozattá váljon. Az nagyon fontos elmondani, hogy senki, semmilyen körülmények között, semmilyen platformon nem kéri ki az állampolgároknak a bankkártyájának a számát, annak a lejárati dátumát és a három együtt titkos kódot. Mégis a mai napig napi szinten adják ki az állampolgárok egyébként ezeket az adatokat egy vélt hivatalos eljárás keretében, amely után meg nyilván döbbenten értesülnek róla, hogy amúgy a bankszámlájuk könnyebb lett pár százezer vagy pár millió forinttal. Ebbe az irányba vonult el most már nagyjából 70-75 százalékban alsó hangon az elkövetések aránya. Tehát emiatt viszont nekünk is, mivel ez digitális elkövetés jelent, nekünk is ebbe az irányba a digitális felderítés mellett kell most pillanatnyilag bástyát emelnünk, és ez az a pont, ahol nekünk a legerősebb lépéseket kell megtennünk. Fontos hangsúlyozni, hogy az elkövetés módszerét ráhangolják, a korosztályra. Tehát egy fiatalabb korosztály teljesen más módszerekkel próbálnak tévedésbe ejteni, mint egy idősebb korosztály. Egy ál biztonsági érzetet tudhat magának a fiatal generáció, aki már azon szocializálódott, hogy az érintő kijelző és az online kapcsolattartás teljesen áttendált a fiataloknak a kommunikációja a személyesről már az online világba. És mivel napi szinten ezen a platformon élik az életüket, így úgy érzik, hogy ők ezt a, a rendszert ismerik is. De pont ez az arctalanság, ez, ez adja azt a, a lehetőséget, hogy itt a tévedésbe és, és sokszor, sokszor inkább egy bizalomba férkőzésen alapul, egy álbarátság látszatát keltve, kihasználva adott esetben egy tinédzsernek a, a lelki állapotát, az ő bizonytalanságát, a lázadási időszakát, és erre épít fel egy csalásos elkövetést. Még az időskorban megint teljesen más az elkövetési módszer, mert ott viszont pont a technikához való nem értés az ami, és az ezzel való bizonytalanság az, amit kihasználnak, és amit próbálnak valahogy előnyükre kovácsolni. De hát sajnos a kettő között is egy széles spektrum helyezkedik el, itt meg a nagyszám törvény alapján működnek. Tehát a, a már elhíresült Netflix-es elgű SMS-ek is azon tudnak működni, hogyha kibocsátják őket több százezer telefonra, abból egy mindig lesz, aki válaszol. Tehát itt a nagyszámok törvénye az, ami, ami miatt tudnak működni és tudnak hatékonyak lenni. Úgy gondolom, hogy erre nagyon fontos odafigyelni. Erre a bűnmegerőzési tevékenységünket nagyban hangoljuk most. Különböző előadásokat tartunk a legkülönbözőbb intézményekben, igyekszünk minden, minden szélesebb kört megszólítani és megtalálni, hogy beszélgessünk ezekről a elkövetési módszerekről. Önmagában ez a témakört egy több órás beszélgetést nyugalommal át tud ölelni, hogy minél szélesebb spektrumban láthassa az érdeklődő, hogy ez, ez milyen széles körben is tud működni, és hogy milyen eredményekkel tud járni. Tehát sajnos... Az az érzés, amikor az ember rádőben arra, hogy ő egy ilyen csalásnak az áldozatába válik, az egy igen kellemetlen érzés, mert mert a sérteti hozzájárulás nélkül ezek elkövethetetlen bűncselekmények, és hát az ember kellemetlenül érzi magát, hogy ehhez tevékenyen hozzájárul. Épp ezért próbálnánk elébe menni, és hát ehhez próbálunk mindenféle médiumon és minden egyes módszerrel megszólítani az állampolgárokat. Hát bízom, bízunk benne, hogy ez így is lesz, és mindenki egyre nagyobb biztonságban lesz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és még egyszer gratulálunk a kinevezéshez. Nagyon szépen köszönöm. Nézzünk meg pedig, megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra.